Alapvetően a nők velem nem állnak szóba, tehát ezt tudni kell. Szóval nem is juttok el a randig. Nem jutunk el. Tehát itt ez a probléma, itt már a második évben vagyunk, hogy nekem nincsenek randiaim, és előtte sem, ez úgy szokott lenni, hogy olyan 5-6 évente találkozom egy nővel, akivel utána el vagyok 1-2-3 évig. Ez tényleg. És utána eltelik megint 3-4 év, 5, amíg nem történik semmi. Kérem szépen, nekem semmilyen randiaim nincsenek. És ez nem rajtam múlik. Nem azért van, mert én nem szeretnék. Én szeretnék. De a nők nem állnak szóba velem. Én nem az igazit keresem. Hanem? Tehát ez nagyon hamisat? Hát nem. Esztétikumra vágyom. Tehát olyan típusú nőkkel, mint önök ti is vagytok, szeretnék érintkezni. Tudod, de nem apukám, az igazit keresem. Ahhoz pénz kell meg. Vannak az Alekosznak is randiai, csak ő szereti a mártírt előadni, szeret mártírkodni. Szép nőre vágysz. Igen. Itt vagyok mellett, csak mondjuk, aki fekszik, mint egy fadarab. Arra nem várnak, vágynak. Most mi arra vágyik? Arra vágyik? Papi, veszek neked egy ide. Felfújható. Te túl fantáziátlan vagy. Én. A szexualitásban. Fölöttébb fantáziátlan. Na, Ati, mesélj erről. Azért vagy fantáziátlan, mert azt igényled, hogy a nő legyen a kreatív. De miért nem te vagy? Hát ő tolja. Kámaszutra 66. Zavarba hoztad. Hát nem, hát engem nem lehet zavarba hozni. Egy, kettő, meg ugye a feleségem most, úriember, ilyenről nem is beszél. De nyilván feleségem előtt azért voltak hódításaim, és hát nem volt még panasz, vagy nem szemtől szembe, de sosem volt benne a kreativitással, sosem volt benne.